Hello, hello, srácok! Szevasztok! Csodálatosan szép keddet kívánok mindannyiótoknak! Üdv Marcika, Csirlecomb, Cicmic, Julio, Vörhenyes, Kisgetszó, Nosej már, Sajtos Puding, Diszertó, Koksi! Sziasztok, sziasztok! Üdvüd mindenkinek! Ma egy jó indiátszás következik, srácok! Itt az ideje ennek is, mert hogy megjelent a Planet of Lana, amit én nagyon-nagyon régóta várok a trailerek alapján. Ez egy ilyen cuki, nagyon szép art style-al, művészi világgal rendelkező sétáló videójáték, meg fogjátok látni. Engem tökre meggyőzött a trailer, úgyhogy mindenképp akartam neki adni egy streamet itt a nagy szímszezéseink közepette, úgyhogy ez fog ma következni. És mi van a Dredge-el? Kérdezi Krisztin. Tök jól megvan a Dredge egyébként, én úgy tudom. Sokan megvették, kiváló az értékelése, nem tudom mi más van egyébként a Dredge-el. Ez egy új játék hinata, így van. Én Steamre kaptam kódot a kiadótól, innen is köszi nekik, de szerintem elérhető konzolokon is, hogyha jól tévedek, úgyhogy szokás szerint majd nézzetek utána, hogy ha tetszik. Hogy vagyok? Mindig jól vagyok, Nettus, köszönöm szépen a kérdésedet, minden szupi jó, remélem, hogy veletek is így van. Beton Pitypang, köszi a feliratkozást, üdvít köztünk. Szandi, Viktória, Isgetszó, Bojtiván, Biszkucs, Szevasz, köszi a 33-at, Nike, köszi a csírt, jöttem feltöltődni egy ritka vacak nap után. Na, hát akkor majd ez a játék feltölt érzelmileg, ez ilyen érzelmes játék, úgyhogy szentem fassa lesz, és közben Sadi írja, hogy azt hiszem Game Pass-be is jön a játék, ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, úgyhogy nézzétek meg, de felkiáltójá Game Pass, az mindenképp pöröghet a cseten. Köszönöm Pumpsli, neked is a 10 hónapot, Dávidka, Anna, Abob Gray, Mac and Cheese, Mrs. Újházi, nektek is köszönöm szépen a támogatást, és Mac and Cheese, gratulálok a 2 évhez neked, az egy új badge. Pörög a home office, pörög a stream, király vagy főni, szevasz, kárf, revágén! Üdv, üdv! A Pécsi után kell is a feltöltődés. Én szuper föl vagyok töltve. Uram, állok szolgálatodra, ha bármi egyedi zene, hanganyag kell neked. Cuki Noko, nagyon szépen köszönöm, aranyos vagy. Ha már mással nem tudlak jelenleg, itt vagy. Az a legjobb támogatás, srácok, ha itt vagytok vélem, mert enélkül nem volna se stream, se volt, se semmi, úgyhogy ne törődjetek ezzel. De köszi a felajánlást, észbe tartom, ha esetleg. De ha bármi kell, tudjátok, influencer vagyok. Tehát, hogyha az influencernek valami kell, akkor nem megveszi magának, megtanulja, utána néz. Ki kell írni Insta story-ba és könyörögni, hogy érted, oldják meg cégek helyetted, úgyhogy... De viccelek, aranyosak vagytok, köszönöm szépen. Reggeltől tartó Football Manager után jó lesz a stream. Na, szépen vagyunk! Május végén itt Football Managerezéssel töltjük a napot. Szégyen, gyalázat. Mi ez a sok törőt üzenet már? Megint rosszak vagytok? Game Focus neked jobbulást, bármi is legyen a baj. Kitartás neked, kitartást. No, srácok! Tulajdonképpen én azt hazudom nektek, hogy vágjunk bele, és nem csak hazudom, hanem rá is nyomok, pörög a Steam, nézzük, hogy milyen ez a Planet of Lana. Miről szól a game? Hát majd most mindjárt jó, meglátjuk együtt, hogy miről szól a game. Azt én se tudom, hogy miről szól. Egy Lana nevű jányról, vagy fiúról. Inkább, hát nem tudom, hogy fiú vagy jány, majd nem is ez a lényeg. Gamepaddel kéne játszani. Hát én billentyűzettel fogok, mert egy igazi lázadó vagyok. Köszönöm szépen, Tímea Levi a támogatásokat. Urfav Levi, üdvít köztünk, Bujaka, neked is köszi. Hungary QHD, szintén köszönöm neked is. Panka, köszi, 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 srácok. Várjatok. Igen. Igen. Úgy. Bocsát, technikai dolgok vannak itt. Abba a pillanatba. Köszönöm szépen, Beton Pitypang, még egyszer neked is. Micsoda? Várjá. Erik S. Köszönöm szépen a donationödet. Főni, holnap lesz a harmad... Mi? Holnap lesz az első harmadik randim, ha érted, mire gondolok. Némi tipp. Mi vagyok? Én vagyok az internet.
Én vagyok az internet apukája? Hogy tippeket adjak? Szép. Apa, taníts meg elméletbe vezetni. Na szép. Várjál, megtanítalak. Egyébként semmi más nem kell csinálni, mint a hagyományos randevún, csak annyi van, hogy itt nem tudsz szájhősködni, hanem a tettek mezeire kell lépni, de ugyanaz. Figyelj! Legyél határozott, de figyelmes, jó? Ez nagyon-nagyon fontos. Nálad van a kormány, jó? Nálad van a kormány, de a térkép az nem, jó? Ez nagyon-nagyon fontos. Ezen kívül, hát mit is mondhatnék még neked? Legyél... Nem is, várjál, újra kezdem. Ez a három tipp a vezetéshez. Legyél határozott, de gyengéd. Tudod, a kuplungot is úgy kezeled, hogy nem remegő lábakkal, de finoman határozottam. Legyél domináns, de figyelmes, mert a kormány nálad van, de hidd el, a térkép nem. Úgyhogy erre figyelj, és a harmadik szabály, az Isten áldjon meg. Ne siessél, nem versenyzel, hanem együtt akartok odaérni a kijelölt célhoz, jó? Ezt tudnám tanácsolni, sok sikert kívánok neked. Ez a három tippem van így nagyjából, jó? Remélem ez segít. Édes Isten! Ez így jó volt, Chad? Hasznos tippek az életre aputól. Negyedik tipp, nem veszed el a gázt! Édes Istenem. Hát rendesen zavarba hoztatok itt, ilyen kérdéseket tesztek föl nekem. Édes Istenem. Hasznos tippek az életre. Na! Azt mondja, igen, és egy csomó embernek a cseten megjött a kedve a randizáshoz. Ja igen, téli gumi! Azt nem mond, igen. Vagy nyári. Az mindegy, de valamilyen gumi legyen az autó, igen. Az... Na, már elment, kész, már jegyzetel. Mit a videójátékozni akartunk egyébként? Hogy indul ez a stream, bazeg? Ő kéne rakjam TikTokra majd, ez ilyen TikTok tartalom, nem? Ott kell mindig áthallásosan a szásról beszélni mindenbe. Ez instant 250 ezer megtekintés. No! Planet of Lana. Play. Itt leteszteltem a hangot. New game. Mehet. Gyerekek. Hát egy visszafogott ember vagyok én ehhez. Itt összeszégyellem magam. Sose csináltam, nem értek hozzá. Igen. Látjátok, az egész olyan, mint egy festmény amúgy. Ezért tetszett nekem meg a trailerbe ez a játék. Nagyon-nagyon szép. Lánya! Az a főhősünk ott, ő... Ilo! Aha. Hát ő fiú vagy lány. Igazából gondolom lényegtelen. VASD-vel mozgunk. Abban a pillanatban már szaladunk is. Uihi! Nagyon szép, annyira tetszik ez a... Hogy tényleg olyan, mintha az egész festve lenne a játék. Szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. Igo ima! Tehát ő a kis haverunk. Ez valami halászfalunak néz ki. Ez a guggolás. Gondolom megyünk játszizni. Azaz. Köszi Lacika, Szandi, Kifli csücsök, üdvít köztünk. Köszi srácom. Imahana! Jó, hogy így lehet közlekedni a faluba egyébként. Nem veszélyes. Kész, halt! Vége van. Vége van, rip. A kukoricának miért nincs háza? Mert csöves. Megérte Lacika a vicc kiváltást, köszi. Na, tud a karakterünk úszni, legalább ez is kiderült. Ugri, Zsár, ugri!
Azaz, ott másszál ki. Amúgy jó a zene, hangulatos. Hú, itt a piac, oda néz, a friss eprek ott lógnak, milyen finom. Hova lett a kis haveromja? Ott van. Gyere már vissza! Hát hova megyünk? Na, ott darabolja a szarvast a Marika néni, nézz oda. Aha. Ott nem szabad, hogy meglásson a Mariska. Az ilyen szuperveszélyes asszonyság. Az egész falu bábája. Aha. Hi? Nem veszem, forduljon vissza. Ha megfordul, megmutatja a hónajszőrét. Nagyon kell vigyázni, srácok. A helyi térfigyelő asszonyság. Jó? Hopp. Bár megnéztem volna, mi történik, ha ész... A gyerekek itt miből van építve minden? A minden leszakad. Szegény Lana. Már háromszor ki kellett volna törje a lábát. Ott mi az a kreatúra? Haló? Ott hátul van valami monyó. Koponyányi monyó. Ez így nem tűnt föl senkinek? Vagy ez itt normális, hogy ilyen lények vannak? Jó, mindegy. Én sétálok tova. Haverom már megint elveszed. Ilo! Lána! Hát nekem nagyon átjön ez az egész háttére, hogy megcsinálták. Kicsit ilyen Bob Ross feelingem van. Ez majd egy comfort stream lesz, srácok. Kivéve, hogy az elején megbontottuk a komfortot az autóvezetési tanácsaimmal, de... Lehagytam a haveromat? Tényleg lehagytam? Hát most már mindegy. Nagyon őcsen. Nem, ott van. Na lá, átvertetek itt. Aha. Balegér gombbal így meg lehet fogni a rönköt. Azt hittem már lőni lehet a balegérrel. Öp. De várjál, hát elmászik. Öp. Azaz. Új, ide kijövünk a titkos barlangunkba. Lehet, hogy ők is autót vezetni akarnak. A két fiatal felfedezi a vadont. Köszi Sofia subgiftet. Köszönöm szépen. Hello! Ó. Oh. Ez valami sírhely? Vagy valami emlék? Kövek? Aww. Szeretet. Cső, Effi. Szevasztok, srác. Lána! Lána! De mik vagytok ti, pokémonok, hogy csak egymás neveit tudjátok mondani? Nem tudok megnézni dolgokat, csak sétálni tudok. Mindig így kezdődik, aztán jön a futás, meg a sikítás. Pika, pika. Feltámadt a szél. Most vagy vihar jön, vagy helikopter. Nem, ott egy meteor, nézzétek! Nem is egy. Hát én lehet, hogy hazamennék, csak mondom! Jönnek az UFO-k. Hülye vagy! Tényleg UFO! Vitték! Az már análkúp, amit a... Mármint... Bocsánat. Megjött a birodalom. Oké, konfliktus. Gondolom visszafele kéne sziporkázz. Igen. Meg akartam mutatni, mi történik, ha leesel. Szóval, hogy visszafelé megyünk. Igen. Van sprint gomb, vagy valami? Nem írta. Becsapódott több ilyen ufonauta. Ebbe a játékban erős lesz a zene, meg az atmoszféra. Ez már érződik. Fuss, Lana, fuss!
Meg kell menteni Ilót. Ott megy az UFO! Ila! Ott megy! Gondolom, mire visszaérünk a falunak már annyi. És mi leszünk az egyetlen túlélők. És meg kell menteni az egész falut. Hűte! Várjál, az ilyen kutászdroid! El kellett búni a fűbe. Aha. Szaladás! Gyáz, jön a kis kutász! Váó, ott van hátul a izé. Kicsit a Mass Effectből a Reaperekre emlékeztet. Elég masszív. Aha. Ott ilyen... És ráadásul EDM rajongók az UFO-k. Oké. Kicsit amúgy sötét a játék, de hát este van. Nem tudom, van ilyen brightness beállítás? Rapics? Nincs. Gameplay? Nope. Jó lesz így. Aha, ott elfogták ott fönn a többi falu lakót is. Semmi gond! Én vagyok a játék főszereplője, úgyhogy fixen megmentelek titeket. Emiatt én nem aggódnék. Még a döjfös Marika nénit is elvitték a húspulttól, oda nézzetek. Ott van! És hogy jut... Ott volt az Iló. Elvitték az Ilót. Azt hitték, hogy víz Iló, pedig nem. Ő egy ember. Elnézést. De mekkora lépegető halálcsillag az ott hátul? Megint egy kutász. Várjál, mász ki kicsi. Mász ki, mert visszajön a kutász droid. Éppen hogy? Jó nagy bázissal jöttek meg. Hát hol van ilyenkor a Pentagon? Azt mondja... Ja, ott ki tudom húzni a falat, látom. Ha? Jó, kutász droidot megvárjuk. Futás! Hő! Ott láttátok a bukfencet? Hát Lara Croft vagyok. Jó, ott az... Na, szóval ilyen nagy bujkálások lesznek majd. Fuss kicsi, fuss! Fújj! Az! Gyorsan! Hűtje! Rám akart nyúlni! Láttátok? Majdnem megnyi... Azaz! Jó megcsinálták, hogy a vége ilyen necces legyen. Majdnem meglettem csinálva. Kifli csücsök, köszönöm szépen a csíreket neked, így hármas egyás egymás utánban. Carter Benny, köszi a 13-at, Teó és Barack Virág nektek is köszi. Találkozunk a budapesti találkozón. Ámen, ámen. Úgy. Na, kicsit megnyugodtak a kedélyek, most már csak a barlangi sakálok fognak elkapni minket, ahogy látom. De nagyon sötét van. Világosítsak rajta nektek mesterségesen egy kicsit. Vagy elviselitek így? Ma nekem is ilyen sötét.
Ez a játéknak a stílusa. Hát akkor legyen sötét. Világosítsak rajta. Jézusom. Jó, ez így. Hát nekem is ilyen nagyon sötét, csak ott látom ezeket a szimpatikus szempárokat hátul. Öpp. És ráadásul semmi fényforrásunk nincs. Igen, látom, hogy pislognak a sötétbe, nem kell fölhívni rá a figyelmemet, észrevettem. A sakálok nem laknak barlangba? Na hát, micsoda az edukatív stream ez ma. Notice me, szempár! Jó? Szabadság. Az ott a hold? Szép nagyra megnő. De szép. Ilo. Elvitték a Ilót. Új ez a Game X-tesz. Új, most jelent meg. Ma. Vagy talán holnap? Elfáradt. Nagyon jó az atmoszféra. A viharnak a zajai. Ilo! Ilo! Ah. Ha több ilyen nagy lépegető is van, nem csak egy. Nagyon jó a zene. Jó, ahogy látom, nem kettő lépegető van, hanem jönnek sorba. Jó, szóval egy teljes ufonauta invázió érte a bolygót, Lana bolygóját, és elvitték a családunkat, barátainkat, törzsünket, és egyedül mi maradtunk. Az utolsó Jedik. Igen, sok ilyen játék van már ilyen side-scroller hangulatban. Limbo, Ori, nyilván mindegyik játék amúgy tök más. Majd látjuk, hogy ez mit kínál. Jó reggelt! Ilo? Nincs Ilo, elvitték! Vas megyébe deportálták Ilót. Egyedül vagy. Igen, de van valami neszezés. Valamit én is hallottam. Óvatosan. Ott vannak ilyen kis genyócák a fán, nézzétek! Ilyen kis gombolyagok. Hello! Nem embert esztek, ugye? Hát azért egyedül a vadonba meredek lesz. Bár egy ilyen falusi fiújány, ez biztos föltalálja magát. Ugri, Jar Jar! Azaz. De ahogy kinéz a játék, az nagyon, nagyon adja nekem. Egy kis békével tölti el a befeketedett lelkemet. Az nem Ilo, az a varacskos fekete disznó. Már ott a fűbe eltokbú... Aha. De ez volt a faluba is. Az lehet, hogy ilyen megszelidített volt. Meddig lát el ez a disznó? Gondolom messzire. Jó, hát futi. Oké, okay, szóval a vadonban nem vagyunk egyedül.
Meg kellett volna szelídíteni, mint a kis herceg. Ha már egyedül vagyunk, az ott fájni fog, nem? Azaz, nyugi. Nem én izgulok, te izgulsz. Profi platformer vagyok, srácok. Sose szoktam leesni videójátékokban. Ott van fönn egy doboz. Amit lehet mozgatni. Meg itt is van lent egy doboz. Várjál, az ott mozog. Na várjál, ez egy puzzle. Én pedig intelligens vagyok, tehát meg fogjuk oldani. Megfogod? Szépen odahúzzuk. Mondjuk. Aha. Ja, hogy ott föl lehet... Aha, na innentől kezdődnek majd a problémák. Na jó, az oké. És innen eltok oda... Aha, nem, nyugalom. Ja, először le kell hozni a másik dobozt is, várjál. Ne segítsetek. Abszolút életképes vagyok. A másik dobozt is lelökjük. Úgy. Nem törik szét? Nem. Van full damage? Nem, kipörgi, hát Lara Croft van. Jó, és akkor ezt a dobozt is visszahozzuk. Tudok egyszerre két dobozt tolni? És tudok! Hát milyen jó erőbe van! Na várjál, és akkor az... Mit akarok csinálni? Ja, hogy az egyik dobozt felemelem, és a másikról felugrok. Fekete oroszlán! Üdvít köztünk! Köszi a feliratkozást! Lord Feri, Orthan, Zozo, nektek is köszönöm szépen. Igen, szóval azt csináljuk, hogy azt lehúzzuk. Kicsit belementem a földbe, de nem látta senki. Azt így ide rakom mondjuk. Még lehet, hogy hülyeség, amit akarok csinálni. Ja, és igen, ide ezt kitámasztom, és akkor nem fogom tudni felemelni. Aha, hát itt intelligenciás játékos vagyok. Nem gondolom túl, sose gondolom túl, ne ítélkezz. Aha, látjátok, hát mióta játszottam a Brainiton, Drawitonnal, azóta fizikus is vagyok. Ez az. Ajaj. De ne kiabálja az ufóknak, mert ide jönnek. Adjak még rá hangot amúgy, nem sok hang van, akkor már halljuk a madár csicsergést, nem? Ajaj. Aha, itt desznyó veszély. Föl tudsz ide ugrani, desznó? Nem akarsz onnan el... Gyere! Támadj, ha vagány vagy! Hello! Hűtse! Hűtse! Jó, oké. Egy csak ki akartam próbálni, hogy mi... De amúgy ide kéne csalni. Húzd föl magad! Jó vagy, kicsi! Futi! Futi, kicsi! Futi, kicsi! Futi, kicsi! Amúgy a terv jó volt. Na, a terv jó volt. Húzd fel, és indulsz, nyomod, DRS nyitod. Futi. Ó, te! De nem tudok ott átugrani. Hát az elképzelés jó volt, nem? De hogy utána ugrott a hülyéje? Biztos át tudok ott ugrani. Nyugi, zéró halál végigjátszás. De innen nem vesz észre. És ha így lógaszkodom... Azaz! Nyomod! Azaz! Kapd el!
Hülye! Győztünk. Az emberi intelligencia győzelme elsőre. Ott vannak a kis koszmókok megint a plafonon, nézd meg. Jó. Á, ugorjál le, ne féljél. Áó. Ott mi az a genyó a falon? Ott valami sárga genyó van a falon. Senkit nem zavar, hogy sárga genyó? Meg itt a... Ó! Ott az ilyen tentáköl. Hogy ilyen külföldi ilyen fogalmazza, meg tentáköl. Ó! Hát én nem biztos, hogy jó ötlet megpiszkálni az alv... Nem áll, hogy tudom tolni. Micsoda? Ja, hogy ez a teste! Jézus, azt hittem, hogy alszik! Hát az az előzőnek a hull... Jézusom! Lana! Jézusom! Akkor már vágjuk föl, legyen rostélyos vacsorára. Jesus Christ! Oké. Okay. Hát ez eddig ilyen kis kedves aranyos volt. Halló? Mi volt ez a zaj? Szépen átmászunk itt a likon. Ott a UFO készülékek. Ott egy cickány. Ott a cickány. Na! Elkapták a majom cickányt, azt meg kell menteni. Meg kell menteni az análszondázás előtt, gyerünk. Ez az. Nyomd meg a gombot. Pupupu! Várj meg, cickány! Várj már meg! Na! Végre lehetett volna egy barátom. Na várj, ezt el kéne tolni valahogy. Vagy hogy ugrok róla föl? Ja, lehet, hogy így tudom mozgatni? Aha! Úgy! Kinyitjuk! Az. Nagyon jó vagy. Hopp! Hopp! Várj meg, cickány! Hopp! Ez az. Ina! Nem Inónak hívják, hát az a barátod volt, ez egy cickány. Hova lett? Kész, levetette magát a... Ja, nem. Imaki! Ibuki, ubuki! Kubuki? Barátság? Leszünk barátok? Teszte el bennünket ez a cickány, én azt veszem észre, srácok. Kötelet is tudok ám mászni, nehogy a szín. Egy kis aranyos hangja van. De ez is ilyen feketéből van, mint az UFO-k, amúgy ne bízzunk benne. Hogy fixen a halálba kísér minket ez a... Nézd meg! Lát, na, egy fixen el akar tenni minket láb alól. Itt hova megyek? Várja, mi van rajta kötél? Mi az Isten? Hát el akar tenni láb alól minket a cickány. És mi van, ha leszakad? Ne kísérletezzek a halállal? Most nem tudom, hogy itt vissza lehet-e mászni. De nem úgy tűnik, de akkor miért lehet ide fölugrani? Nyugalom, tudom, mit csinálok. Hogy az Istenbe menjek vissza, te? Cickány!
Nincs egy létre. Jó chat, ti jöttök, mondjátok. Most legyél okos. Mi az Isten csinál? Kicsit hasonlít Janira? Nevezhetjük Janinak. Ja, hogy innen kell így... Aha! Jó van, megnéztétek a interneten, tudom, ne, tudom én. Én is tudtam, csak kicsit be akartam vonni a nézőket a játékba. Ez az. Azt most hátulról megijesztjük a izét, Jancsi cickányt a másik oldalról. Azt elkapjuk, megvacsorázunk belőle. Red Rosie, köszi a feliratkozást, üdvít köztünk, és Spirited Reflex, köszi a 6 hónapot. Az is egy új badge. Öpp! Cickány! Gyere már vissza, adj nekem szuperképességeket, vagy valami. Ha le kell győzzük az UFO-kat. Vagy pont az UFO-khoz vezet amúgy. Kicsit bizalmatlan vagyok. Az. Hoplita! Ez az. Hoplita! Ez a ciki lenne leszakadna az a középső rész ott, nem? Annyira imádom, hogy így kizúmol a kamera. Tök szép. Elhagyott minket a cickány. Már majdnem volt egy barátunk. De miután látta, hogy nem sikerült meggyilkolni, elhagyott. Robotot hallok. Bajban van a cicus! Na. A cickány fajból is akarnak lopni. Jó. Bemegy a sarokba. Kicsi! Na ide, hogy... Ja, hogy ez ugrani is tud. Hát erről nem volt szó, hogy tud ugrani. Jaj, vissza! Nyugi, csak annyival voltam lassabb, hogy föntről jöttem le. Mász, kicsi! Mász, kicsi, mász, kicsi! De hogy be... Nem! 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 Hűtje! Hűt! Majdnem! Fuss, cicus! De ne arra fuss, te nagyon hülye! Hát miért nem alul futott a cicus? Nyugalom. Megmentjük cicust. Ugri, Jar Jar! Ugri, bassz meg, ugri! De észrevesz, futi! Ja, akkor meg kell várni, amíg visszamegy. Ide mi jó cic... Azt hittem már háttal van és nem veszi észre, jó van már! Nem kell egyből elítélni. Nem sietünk, megvárjuk. Futi, cica, futi, futi! Cicus! Gyere, cicus! Figyelni kell, hogyha a jobb felső sarokba vagyunk, akkor nem látnak a facecamtól, de leengedte nekünk cicus a kötelet. Ez az. Most már legjobb barátok vagyunk. Hip, hip. Már meg is szelidítettem a róka cicát.
ez mondjuk gond! Hát vagy cica! Hát, hogy le is vethetjük magunkat a pokolba. Na, már most haltunk meg másodszor. Lehet, hogy én is egy macska vagyok, 9 élet. Illó! Prime sub! Mintha azt mondta volna, hogy iratkozzál föl, nem? És úgy értettél, nem? Jövök már! Ja, ez ugyanaz a hely, ahol az emlék, az elején, az a falu melletti hely. Ibaki! Azt jelenti, itt jövök, várjál már! Igen, ez a játék eleje. Gyere vissza, mert el fognak vinni a UFO kiló. Hát most értem, hogyha kimegyünk játszani a falu mellé, lefogy pár kiló, de hát nem ér ennyi tiló. Ó, ott van a cickány, nem ette meg a testünket. Ó. Még nem ette meg a testünket, mert még nem kifejlett példány. Előbb felhasznál minket, hogy fölneveljük. Mucsi kuku? Azt mondta mucsi kuku. Lána! Ne szali! Gyere, cic! Meg lehet betelgetni! Szeres! Ürünő! Mucsi kuku! Ez az, gyere velem! Ellenségeimet igázzuk le együtt. Mucsi kuku. Mekkorát tudsz ugrani, mucsi kuku? Alig látszik ki a fűből. A kis hamis. Azt mondja. Olaj. Olá. Akkor ott marad? Mondom, marad! Ne, olá. Ott ül. Nagyon jó? Hát már többet tud, mint a kutyám. Gyere! Olaj. Ül! Marad! Marad! Lábhoz! Hát nem tudok juti falatot adni, de megdicsérlek, ügyes vagy. Na gyere! Most akkor megtanuljuk, hogy hogyan kell lézert lőni a szemedből, amivel szétpusztíthatjuk a robotokat, jó? Gyere! Megetetlek, szépen felnevellek, eszünk egy kis húst, hatalmasra nősz, és rettegni fogják nevedet ellenségeim. Ez a terv. Jó, mucsi kuku? Na gyere. Ott például, na azokat a varnyú galambokat már el is kaphattad volna. Torokra, mucsi kuku. Enned kell, hogy nagy legyél, erős, és lézer tudjál lőni a szemedből. Ezt mondom a fiamnak is. Meg kell enni a zöldséget, különben nem fogsz tudni lézert lőni a szemedből. Ott van megint a hónai kutya, vagy mi az a tentacle. Mucsi kuku, ül! Nem ott ül, mucsi kuku! Gyere kicsit! Ül! Nem ott ül, mucsi kuku! Mucsi kuku!
Gyere itt, ül. Ott ül Mucsi kuku, nagyon jó Mucsi kuku. Ez az. És csinálok így. És most gyere Mucsi kuku. Nem látszott, de ott vagyok. Hidd el, hogy ott vagyok. Hát ott. Gáz. Lana és Mucsi kuku tovább hasítja az ételt. Ima. Ül Mucsi kuku. Ez az. Gyere ide, Mucsi kuku. Nem tudsz? Most gyere, Mucsi. Ez az, gyere ide szépen. Ül. Jó, Mucsi kuku. Ott maradjál, mert szörnyet halok. Ez az. Itt Mucsi kuku le tud ugrani? Vagy szörnyet hal? Olaj. Há, hogy hozom le Mucsi kukut? Csá! Kösz a helpet! Olaj. Nem tud lejönni Mucsi kuku, valahogy a túloldalról kell segítenünk neki szerintem. Vagy itt hagyjuk és pusztító depresszióba zuhanunk. Az az alternatív befejezés. Ja nem, ott ki lehet nyitni, nézd meg. Ott van a kis Mucsi kuku. Király azt mondja, hallottál? Nem hagyjuk itt, csak vicceltem. Ügyes sótá, gyere. Csakiréj, bocsánat, köszi a 35 hónapot. Na, még egyszer. Alnzolgón. Köszi a 8-at. Szevaszkóser, hello! Nekem nagyon tetszik, faszai game eddig. Hoppá, várja Windows! Mit akar a Windows? Bebagolt a Windows. Mi ez itt? Jobb klik. Bal klik. Ja, hogy itt hogy küldözgetni tudom, oda néz. Aha. Tudjuk már utasítani is. Mucsi kukut. Ez az. Gyere! Olaj. Olaj. Ilo! Ne üvöltsé már, mert jönnek az ufók! Te se tombolán szedted össze a dolgokat. Aha. Ott már mondom, mert milyen Lara Croftos ugrásokat véghez tudunk itt vinni. Gyere, Mucsi kokó. De ne, onnan lentről ugornyál el a túloldalra, nem tudod? De nyomtam a D-t, te nagyon hülye. Akkor essél le. Ez az. Igen, jó beleüvöltöttünk a völgybe, Aquila. Hát, ha észrevétlenek maradunk. Ott egy bogár jellegű. Támadj, Mucsi kukó, az vacsora. Támadj meg. Támadj, Mucsi kukó. Vérit igyad ki. Mindjárt megjön a anutája, azt minket fog megenni. Hű te! Az már ilyen nagyobb jellegű! Te azt támad az? Na mindjárt reámborítja a sziklát. Nyíj, az csicsaj, mindjárt nyúlós! Jó van, Mucsi kukó, figyeljé! Ott fő kell másszál a izére. Ja, várj, mi volt? Jobb klikkel, hogy volt? Aha. Menjél oda, Mucsi.
Te oda fölmenjél, úgy. Még küldtelek föl ide? Nem tudom, még küldtelek föl ide amúgy. Ja, itt is föl tudok menni. Még nem tudom, mit akarok, adjatok időt. Ne rátok ugrani, mucsi kukó. Gyere. Alaj. Oda kell bételnem. Pamaki. Menjél, legyél az eledele, mucsi kukó. Pamaki. Gyere. Ne hagyd, hogy megcsápozzon. Ez az. Aha. Egy kötél. Kialo. Harapd el. Ott. Meg is ette, láttátok? A radioaktív kötél darabot? Alajmúj. Lesz még ebből baj. Ott van egy másik. Nem tudom kiszabadítani, mucsi kukó. Nem? Akkor itt marad. Aha. Mucsi kukó, menjél Tamaki. Oda. Ez az. Hopp! Ilyen cuki nyögés hangokat ad ki. Gyere. Az az. Na figyelj, mucsi, át tudsz odaugrani? Nem tudod? Há, én se szerintem letok itt Elnézést. De ott van elett egy lik. Jó, hát így meg kellett próbálni, most miért néztek rám így? Nyugi, mucsi kukó, végtelen életem van. Többszöri bordatörés által se lett semmi bajom. Na várja. Van fönn valami? Ja, ott a be tudom küldeni a ligba a mucsi kukót, nézd meg! Aha! A nagyon ügyes vagy, ott maradjál, mert az a baj, onnan elindulsz, szörnyet halok. Ez az. Gyere, kuki! Nyipu! Ilyen jó, hogy így tud repülni. Tudomány kedvéért meg kellett próbáljam. Krisztír, köszi a 8 hónapot. Csabi, köszönöm szépen a csírt. Most már minden hosszú üzenetet félve olvasok el a rímelei után. Szóval, látom megint durran a cukisági potenciál. Meg kell mondjam, nagyon szveg ez az arany sörös korsó egy sárkánnyal rajta. Ez az, Csabi, best badge ever. Köszi, Csabi, és kisgecó, köszi a giftet. Na most már mindjárt jönnek a varacskosok, megint érzem. Érzem, kombat lesz. Aha, ott fönn valami elektronyos. Ezt tudom húzigálni, és akkor be van fönn akadva. Na mucsi kukó, figyeljél ide! Papa kitalálja, hogy mit kell csinálni, és utána megcsináljuk. Ott valami totálisan elektronyos. Aha. 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 Na azt ott tőből harapd el. Prü. Kialo. Négy, egyből vett. Mert amúgy ragadozó. Ragadozó fogazata van, azért tudja így elharapni. Igen. Olaj. Gyere, mucsi kukó. Pamaki. Ora mennyi? Elkezdtük etetni, itt kezdődnek a problémák, srácok, elkezdtük etetni. Ja, nem tud bemenni. Aha. Látom, hogy nem tudsz oda bemenni, mert speciális vagy, úgyhogy előbb nekem kell oda menni. Megfogom a készüléket. Amúgy éjfél után nem szabad enni adni neki, mert hatalmas problémák lesznek. Jó, itt megráz a 220, nem, jó van. De mucsi kukót megrázza. Vigyázz, mucsi kukó, mert most még ráz. Jó?
Bár lehet, hogyha feltöltjük elektromossággal, akkor lesz egy izé elektromos pockunk, és kecsámnak bejött. Na most tépd el tőből. Pamaki, múj! Kialo! Azaz. Ima, múj! Na gyere! Alaj! Elrontotta az ugrást? Hogy dalolásznak a kis patkányok a plafonon? Hui! Ez az. Szép nagy göcsörtös fák nőnek azért ebbe az erdőbe, szó se róla. Élhetnek rajta nagy majmok. Hm? Ott fű van, itt balhé lesz. Balhé time. Ez az új David Guetta számot játsza. Mucsi kukó, támadj! Figyelj, kibételed! Ez a terv. Jó, Mucsi kukó! Nem lehet csalinak használni Mucsi kukót. Most ebben mi volt? Menj már le, te hülye! Sprint benyomod, Mucsi! Ígye! Vigyáljál, mert jön! Zéro halál. Gyere, Mucsesz! Megdicsérlek, ügyes voltál. Menjél föl oda. Apának a kötelet legyél olyan kedves. Fixen az lesz a játék vége, hogy egy ilyen kötélnél, amikor az életünk függ rajta, Mucsi kukó elharapja. Már a Little Nightmares-be megtanultam, nem bízunk senkibe. Mi az a kis pukkandúr? Szevasz, Bruti! Ojjaj. Ufonauta bányászati telep. Ha ez egy kráter, ide csapódott be, de kijött belőle valami. Lehet, hogy ez szállította a kutászdroidokat. Azt a megveszekedett mindenség itt, uram. Fékezze magát. Jóan. Érdekes ugye, mert ezeknél a játékoknál, amikor ugye nincsen érthető beszélt nyelv, ezért vagyok rossz ezekben. Nagyon kell figyelni, mert ugye a környezet adja a történetet, amiből meg tudjuk érteni pontosan, hogy miről lehet szó. Mondjuk eddig nem túl bonyolult a dolog. De kíváncsi vagyok, mire fut majd ki. Jó. Ezt tudjuk mozgatni. Arról oda fölugrunk. Azaz. Jézak, várjál! Az... Aha. Várjál, te maradjál itt. Mucsi kukó, mert azt bételni kell a szörnyet. Föltolta a platformot. Csak hogyha eljön onnan Mucsi kukó, akkor visszamegy, ugye? Így. Mondom, így.
Merre, és az fölfele vagy lefele mozdult ezzel? Várjatok, onnan elhozzuk a dobozót. Ez az. És akkor most kéne lejjebb húzni. Vagy át kell bételjem a másik oldalra? Innen nem tudom oda küldeni Mucsi kukót? Ó, basszus. Most már értem, hogy miért kontrollerrel javasolták a játékot amúgy. Hát akartam küldeni ugye a túloldalra, hogy most lemenjen a cucli. De nem engedte. A Mucsi kukó itt marad, akkor... Aha. Őt jobban szeretné megenni, mint engem. Áttoljuk a dobozt. És már sárnyalunk is tovább. Szörkavics, köszönöm szépen a 15 hónapot néked is. Föl tudja emelni, úgyhogy rajta van? Gyere, Mucsi kukó! Úgy ez tök kreatív, hogy így tologatja. Ez az. Gyere, kicsi! Ügyes voltál. Hogy agyi? Bokatörésre vigyázni. Na, ott megint egy tentákül. Hát oda Mucsi kukót főküldjük. Azt mondta Kawasaki. Aha. Hát a játék elsősorban ezekre a puzzle elemekre épít. Gondolkodós, ezt így mondják magyarul. Vagy puzzle. Hívtátok régen a puzzle-t puzzle-nak? Én ismertem olyan embert. Halló? Mi volt ez? Állatok? Na, ott a fű, úgyhogy robotok jönnek. YouTube trending számot már le is játszotta. És így tudom bételni. Ah, értem, mi lesz a móka. Gyere, kicsi! De rohadt jó, hogy be kellett bételni. Most lehet, hogy elrontottam, mert nem figyeltem, hogy mi a feladat. Ne, 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 kicsi! Ne! Hát ezt most elrontottam, rossz gombot nyomtam! Bár nem, nem ér el minket itt. A Mucsi kukót kellene fölküldjem. Csak innen nem tudom ráküldeni, hogy elharapja azért. Most lehet, hogy nem fog tudni már visszafutni. Hol a karakterem? Ja, ott vagyok. Szerintetek rá tudom ejteni a fát a kis kocsogra?
Mondjuk hagyom, hogy észrevegyen. Adtak! Kapta! Ez az. Hát, ha gyilkosságról van szó, egyből kreatív vagyok. Gyere, kicsi! Szép volt! Megmerényeltük. Szeretett. Hogy szeret? Így szeretlek. Hogy szeretlek? Nem tudom petelgetni. Na most. Én nem tudom petelgetni. Olaj! Nem tudom megpetelgetni. Gato a fuera! Na végre, ez az. Az jó volt. Kíváncsiak, mennyire lesznek bonyolultak majd a végén már a puzzle-ok. Majd meglátjuk. Oda hazudták a Balaton. Ott nézzétek, az agy már be is épült a földbolygó magjába. És a David Guetta számmal már jelez is a társainak, hogy jöjjenek még. Hogy? Leszakad! Rip, akartam mondani. Most haltunk meg harmadszorra. Ah, de utánam jött, milyen hűséges egy állat ez. Aha, na majd itt jönnek a szörnyezetek a föld alatt. Nem tudsz világítani, Mucho Cookie? Ha megtanultad volna a lézerszem képességet, most nem kéne a vaksötétbe nyomorognunk. Na így is jó, gyerem! Mucsi. Ül, marad. Apának diszkófényeket csinál. Ez az. Ima. Gyere! Hát ez egy hülye ötlet volt! Nyugi, élek! Nem láttátok, hogy meghaltam volna, tehát élek. Ima. Ül. Üljél le! Ezt mondja külföldiül, megtanultam a nyelvét. Vagy ha Pikachut csináltunk volna belőle az elektronyossággal, akkor se lenne ilyen gond. Gyere, kicsi! De amúgy, ha én rámegyek, akkor nem interaktál, csak a mucsi pupóval. Érdekes. Milyen elektronyosság van a testedbe, ami üzemelteti ezt a készüléket? Mondjad el! Olaj. Ez ki? Kérdezi valaki a cseten. Én is mindig ezt a kérdést teszem föl magamnak a tükörbe. Ki ez? Ki ez valójában a tükörben? Mit lehet róla tudni? Nem tudjuk. Mit jelent az, hogy Nessai? Ki az a Nessai? Nem tudom. Nagyon tudom. A természetes gázai hajtják Mucsi Kukónak a barlangot, lehet. Na várjál. Oda beültetjük. Aha! Maradjál még kicsi, mert nem látok. Most már jöhetsz. Ez az. Szép nagy, méretes járatok találhatóak itt. Ott valami mozg... Aha! Aha!
ott milyen kedves állat az ott len. Aha. Fél a pók a fénytől, vagy meggyilkolja? Gondolom, hogy nem tud tovább menni. Hát akkor a másik oldalon kéne csapdába ejtenem. Mondjuk. De még be kéne bételnem a pókot. Imász, kicsi! Úgy. És remélem, hogy nem tud átjönni a fényem. Jó, oké, marad. Marad. De várjál, hogy tud jönni, Kubu? Nem jó, ez túl, ez korai volt. Na, azt fel, te hülye! Elnézést kívánok, minden rendben van. Nem volt etetés. Apró malfunkciók történtek, de már minden rendben van. Meghaltam, de jobban lettem. Miért mindig pókok? Miért nem küzdhetünk pillangókkal? Elnézést. Cringe volt? Mire számítottál egy Nessai streamen? Ne kritizálj. Túlságosan érzékeny a lelkem, hogy elviseljem a kritikálást. Az? Nincs kígyó, nincs kígyó. Fejezzed be a cseten, semmilyen kígyó nincsen. Mik ezek az ősi inka templonyok? Kérem tisztelettel, ott abba bele lehet. Tamaki. Igen, azt ott... Kielo. Mit csináltál? Várjál már, hát bekapcsolta az UFO processzort a cickány! Mi az te? Hát mindjárt besétálok a gépházába az UFO-knak. Ügyes voltál amúgy, kicsi. Na gyere. Gyere, mert nem látok semmit. Ha. Na, az a sztori, azt kell megérteni. Volt egy fény, az az ősrobbanás. Ősrobbantak a UFO-k. Ott, a tényleg az ősrobbanás. Hát nem vagyok hülye, mindig meglepődök, ha nem vagyok épp hülye. Igen. Létrejöttek a univerzumok. Ott megszületett a ember a univerzumba. Milyen jó a zene. Hova mentél, kicsi? Ja, ott vagy. Igen, az ember fölnézett az égre, és egy világító Core 2-es processzort látott egy szemmel rajta. Igen. Azt megillett egy ősrobbanás. Ja, lehet, hogy ott kihagytam valamit, mert ott a titkos ending amúgy, mert itt fölöttem van egy platform. Ott fönn leszette a processzort az égből a ember. Igen. Emberek vadásznak, halásznak, csillagásznak, hegyet másznak. A UFO processzort tanította emberiséget? Lehet.
Holnap lesz a Sims? Hát egyrésztről fejeld meg a feliratkozást, Udák, ha butát akarsz kérdezni, de van menetrendünk, nézd meg, lesz holnap Sims, igen. Mi ez az ősi technológia, kérem? Mi vagyok én, vízvezeték szerelő? Na várjatok, gondolkodós lesz. Ezt vissza tudom húzni. De miért? Számomra minden világos egyébként. Még nektek hagyok időt, hogy rájöjjetek majd, hogy mit kell csinálni. Én már értem. Én már értem, hogy mi van. Merjem, lehet fölfele is mászni. Aha. Gyere, Mucsi kukó! Mucsi! Gyorsabban már te! Nem MB3-as fotballmérkőzésen vagy, fussál rendesen. Ima? Ott, tegyed le a kukkantódat. Azt mondja, hogy kettő, pöttyöcskét kell hagyni. Ott a mutassa, hogy így kell beállítani a vízvezetéket. Az összeset így kell beállítani? De nem látok, Mónika. Aha, így. Ja, de várjál, az csak a föntire vonatkozik. Vagy nem? Mert mindegyiknek más az alakja. Ezt mutassa. Ezt így mutassa ott fönn. Amit most meghúzigáltam. Most mindenki az a... Megvan az a mém, amikor a kis ázsiai olvassa a papírcetlit? Most így nézitek a streamet, mi? Tudom, hogy... Ja, de várj, ez lehet, hogy ilyen matematikai jellegű feladvány, hogy attól függően, hogy melyik hogy néz ki, olyan pozícióba kell állítani? Aha. Lehetséges. Ja, aha. Tehát az 1-2, aha. Mindenre rájövök. Na merre, tehát az abban a pozícióban van. Igen, így lehet, hogy... Be lehet állítani, hogy hány darab szám látszódjon. Vagy, hogy milyen pozícióban legyen. Ja, de várjál, ki kell nyitni a csa... Amúgy ez tényleg vala... Na várjál, és az, hogy melyik hova vezet, az számít? Azt mondja, az... Ja, az az utolsó. Nem, várjál. Ez ilyen kötögetős játék. Azt nézem, hogy melyiknek hol a vége. Igen... Hát az a második cső amúgy, amelyiket behúztuk a festmény alapján, tehát nem tudom, mi 4 pöttynél van. Ja, de várjál, látom, hogy hany... Ja, aha, várj, állj, stop! Tehát, hogy mindegyiknek 2 vége van? Nem mindegyik csőnek 2 vége van. Annak csak 1 van. Annak...
annak is egy vége van. Hű, bazd meg, én nagyon hülye vagyok ehhez. Hát az első, az... Igen, az az első. Meg a... Én most én csinálgatok dolgot, nem kell értsétek, hogy mit csinálok, gondolkozzatok magatokba. Az... Hát az az utolsó előtti. Nem jó, mert így ugyanarra a pozícióra húztam, mint a másikat. Lehet amúgy nincs köze a csövek pozíciójának ahhoz, hogy mit csináljon. Mindegy, hát én elszórakozom. Az én te, valószínűleg egyszerűbb a megoldás. Igen, valószínűleg egyszerűbb a megoldás, mint amire én. De ez most lényegtelen. Lehet, hogy az összeset ugyanabba a pozícióba kell rakni. De az sokkal kevésbé izgalmas. Jó, akkor túl gondoltam. Volt már az összes ugyanabban a pozícióban? Akkor oda rakom őket. Hát de valamiért máshogy néz ki az összes húzogatós, hát az nem lehet véletlen. Az fixen nem véletlen, hogy az össz nem ugyanúgy néznek ki. Nem így. Mi van, hogyha... Ja, de simán meg kell húzzam a kötelet? Jó, ez nem jutott eszembe, hogy odaugorjak. Oké, szóval nótázik. Oké. Nem mondanám, hogy sokkal okosabb lettem, de... Jaj! Oda még nem tudta átugrani, te szerencsétlen. Még egyszer. Az oké, hogy az ott megkongatja őket. De mit kéne lássan? Nagyon szép hangja van. Hát akkor valamit mégiscsak számít a sorrend. Hát akkor lehet, hogy jól csináltam egyébként, csak ugye nem kongattam meg. Tudja a fene. Nem, mert ezt már nem tudom. Ja, de... Még tudom én. Tudom, én megpróbálom, aztán vagy tudja a fene, hogy mi van érted. Hát mi vagyok én, nem vagyok én itt ilyen jabbi, hogy itt tudjam, hogy mi van. Csináljad így, amit tudom én. Te megszíteljél, hadd játszon a streamer. Én se játszok a ti fütyülőtökkel, ti se játszotok az én fütyülőmmel. Más volt a zene amúgy. Ja, de most rossz helyre csavartam a izét. Most elrontottam, mert ez jó helyen volt. De ott az első van lefogva. De mi? Most így változik valami? De nem tudom, mit akarok elérni. Én értem, hogy zenél, de nem tudom, mit akarok.
zero feedback van. Kéne figyeljek. Alaj! Ima! Gyere már, kicsi! Most azon ízélek, hogy... Lehet, hogy be van rajzolva, mert mivel, hogy nincsen se vizuális, se audio feedback. Itt egyik, hogy az összes többi is valahol föl van rajzolva. Csak nem erre, hanem valószínűleg egyen följebb kell másszak, mert ennyire visszajönni már nem kell. Ja, ott van a kurva anya, mármint hogy a fenébe. Aha! Ami nincs semmi, annál 3-2, az meg 2. És ezt most jegyezzem meg! Hát mi vagyok én, Móni? Jó, az anyja, amelyiken nincs semmi, az 3-2. Amelyiken 2 van, az meg 2-1. Az anyádad. A papírceruza, adok én nektek papírceruzát. Ti vagytok az én papírceruzáim. És akkor lehet, hogy van még egy emelet. Majd mindjárt megnézem. Na várjál, amelyiken nincs semmi, az volt a 3-2. Igen. Amelyiken 2 van, az meg a... A büdös bír. Szóval... Akkor a kötéllel menjél le! Azon meg a 2... 1. Jó, és akkor még meg kell találjam az... De lehet, hogy így is jó. Mondjuk kizárásos alapon jó lehet, mert az összes más milyen. Húzd meg! Jó, hát akár jó is lehetett volna, de... Ez az! Azt hittem, hogy föl fog emelke... Már látom. Jó van már, most siettek valahova? Mi dolgotok van? Inkább legyetek olyanok, mint Flóra, aki megfejelte a 15 hónapos feliratkozást. Köszönöm szépen, Flóra. Mármint nem 15 hónapra iratkozott fel, hanem most fejelte meg a 15-et. Köszönöm szépen. Elsőre speedrun mehet. Na, ez mi volt? Ott ne nyúljál bele, ott az UFO géneket, ezt kell belerakni a Mucsi kokóba, ettől lesz lézerszeme. Etesd meg vele. Venom, új. Venom, igen, azaz. Ott! Bazd meg, ha tényleg lézerszeme lesz, sikítok. Azt nem, azt hittem. Nézd meg, és Vépisti is 15 hónap feliratkozás. Hát összegyűltek a 15-ösök.
15-ös geng. Kialo? Kialo? Ott mit tudsz? Mit csinálsz a csáposokkal? Pavaki mui! Ima! Gyere, kicsi! Ó, elindult a hype vonat! Arra volt a csilingünk. Ott nézd meg ott, hogy szemez vele. Mit tud? Mit csinálok? Néme, ha kitépte a szemgolyóját! Ima mui! Mondom, egyre veszélyesebb ez az állat. Menjél bele a genyóba? Mama, ki? Az. Alaj. Lehet, hogy korai volt ez. Nem. Ott az valami állat. Mennyi értesd meg magad te vele, ne nekem kelljen. Mert az ott támad. Hát azt ide látom, ott valami támad. Jó, halljunk meg. Nem támad. Egy fröcsköl! Na várja, mit tudok még a kővel így johnizni? Nem csak a kiírja az E-betű. Aha, ott lesz. Kielo! Fúj! De mi az valami kukac jellegű? Aha, és akkor most megnyílt a szeme a másiknak. Gyere, kicsi! Menjél oda az undormányoshoz. De hát ilyen lába is van neki! Ez valami szörnyelmes. Nem valami csernobili éticsiga az, vagy én nem is tudom. Vagy vakondok. Köszi Simon Fanny, Victoria Bunyós Peti, nektek is köszi a támogatást, és köszi az 500-as csírt Fanny, Jesus Christ. Várjál, mert itt nem tudok hova menni. De odáig át kell tolattassam a csigát, vagy mi van? Olaj. Vagy itt is olaj. Van olyan? Korlátozott szellemi képességeimet kezdi. Pamaki mui. Fölülmúlni a játék. Pamaki. Van ott fönn valami kötél, vagy? Pamaki. Még ti se láttok semmit, de... Pamaki. 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 Tanaki. Mire megyek a Pamakival? Nem lehet, hogy azt vissza kell előtte johnizni. Na várjál már. Lángos csigáktól nem látok semmit. Nem láttam, hogy mi történik, hogyha... Gyere, kicsi! Valószínűleg ezt vissza kell zavarni, de nem vagyok benne biztos, mert nem figyeltem. Nem figyeltem, hogy mi történik. Aha. Na, ezt az elején nem láttam, hogy hova lók ki a... Vége. Na. Tudj. Hola, mui. Hola, mui, mui. Ezért kell össze szétnézni. Jó? Ne essél le, vagy essél le. Végre szabadság.
Jövök már, azt nem mondjátok, hogy hiányoztam. Szégyellős vagyok, elbújok inkább, viszont. Minek a kamera? Érezd magad előtt. Nem kell látni, érezd. Viktória, köszi, a csírt Sopronba visszünk egy horgolt mucsikokót. Meg egy műanyag kígyót. A műanyag kígyót hozol... idobatlak. Kifli csücsök, köszi neked is a csírt. Big Copy írja, közben köszi a pécsi műsort, nagyon király volt. Aaaa. Örülök, ha tetszett, köszönöm szépen. Igyekeztem. Van jó érzés amúgy egy színpadon állni, és látni, hogy nevetnek az emberek, amikor egy vicc sikerül. Amúgy az rohadt jó. Jó dolog ez a streaming amúgy, de közönség találkozókon így élőbe azért nagyobb hype, amikor tapcsolnak, meg nevetnek az emberek, az így feltölti a kis lelkemet energiával. Hogy aztán hazajöhessek streamelni, és befeketítsem, és patkánykodhassak veletek. Bár mondjuk a közönség találkozón is patkánykodok veletek, szóval. Köszi Robi a 9 hónapot. Köszi srácok. Na nézzük. Ilo! Ne üvöltsé! Miben reménykedsz, hogy válaszol? Hát már egy másik univerzumba deportálták! Ennyi a szörögjé, mert itt... igencsak megjöhetnek. Tamaki! Mászok vissza, ja, ott vissza tudok mászni. Vagy nem, de... Tomi, köszi neked is a 21 hónapot. Hát van. Olaj! Olaj! Olajra lépünk, Beza. Jó, ott fönn van egy mozgatható platform. Azt megjegyezzük. Höpp! Ja, föl kell hozni izé Mukukikit. Ül. Föl kell lifteztetni. Ez az. Gyere. Olaj. Kicsit fölküldjük. Hoppá, és egy egyéves feliratkozás! Ünnepes, Shala the Great! Gratula az egy évhez. És hogy még elviselsz. Ott is durran az új badge. Ide csak azért lehet kiállni, hogy rituális öngyilkossággal leugorj. De ezt mi nem tesszük meg. Mert egy kis állat gondját kell viselnünk. Gyere, kicsi! Rég petelgettem meg. Igen. Hmm.
Na, robot lesz megint. Oké. Oda fölmegy. Ott nézegelődik. Ja, ott is marad? Testű vagy, patkány testű vagy, egy féreg, egy kukac. Az ott így nem lesz jó szerintem, ahol most vagyunk, de... Ja de... Kapkodtam, nem kell ennyire kapkodni. Csalt, amúgy fixen csalt. Megint kapkodtam. Jó, nem vett észre zsír. Ja, és akkor megy egy kört alul. Aha. Nem áll! Ó, lassan nyomtam az E betűt. Nem tudok egyszerre figyelni a saját ugrásomra, meg hogy a kicsit küldözgessem. Bonyolult gomb kombináció. Bassz meg, majdnem kijöttem a bokorból. Jó, visszamegy, E betű. Nem fog észrevenni? Nyomod! Gyere, kicsi! Gyere, gyere, gyere! Azaz. Hát annyi gombot kell nyomni egyszerre, hogy... meghaladják a motorikus képességeimet. Bikopi, köszi neked is a fél évet. És Lénárt köszönöm szépen a csírt. Sopronban már mi is adtunk valamit, ne csak mi lootoljunk. De egy bögre még jöhetne. Na! Ilyen elvárásokat támasztanak, nézd meg. Még amúgy nem néztem meg az összes ajándékot, amit kaptam. De köszi mindenkinek. Mihály, neked is köszi a 2 hónapot. Köszi, srácok. És Nessai, Danny, jó utat neked. Kihúzom a szemét. Olaj! Olajra lépünk!
Most értem el arra a pontjára amúgy a játéknak, hogy most már jó lenne egy kis, nem tudom, másik biom, vagy valami új mechanika. Most így nyomjuk lassan 2 órája. Tök jó, de most már valami változatosság kéne, nem? Na, lehet csak kérnem kellett. Olai! Na, ez már mocsarasabb jellegű. Na, itt valami új szörnyezet lesz, már fixen mondom nektek. Varacskos disznóval nem is találkoztunk azóta. Ez most cuki lesz, vagy félelmetes? Fél a víztől! Most kell kiemelni az X-Winget, így van, Hirx. Olajmúj! Gyere, ugorj a fejemre! Nem mer bejönni a vízbe. Ha valami tutajt akkor szerzünk neki. Valószínűleg ő tudja, mik rejtőznek a vízbe. Ezt a fadarabot be lehet tolni. Aha. Úgy. Na, húzzad. De húzzad, te para... Mármint... Fogd meg. Ne kelljen már könyörögnöm, hogy megfogd. Életem nagy mondatai közül ez is egy. Igen. Ez az. De oda ugorjál. Az, ügyes vagy. Ül. Hogy utazik, milyen kis aranyos. Tényleg macska amúgy, ha fél a víztől. Gyere! Alaj! Úgy. Oda ugorjál föl, apának kötelet hozz le. Kialok! Közi! Olaj! Na. Azt hittem már egy újabb iszonytató barlang. De nem. Aha. Azaz kicsi... De ne menj! Na! Olajmúj! De menj oda föntre vissza! Olajmúj! Milyen jó a zene. Pamaki! Csak pancsolok, jó? Csigusz, támad! Jézus fasza. Bocsánat. Mi az az ocsortál? Pamaki? Kielo? Ott megszopkodja a vizet. De
Vissza is köpi. Olaj! Olaj! Gyere már! Ja, várja, ott föl kell menjek valahogy. Pamaki. Ja, őt átküldöm, aztán visszaköpöm. Ja, de várja, várja. Mi van? Valahogy vissza kell köpessem a vizet, vagy azt nem lehet? Azt hittem, hogy okos vagyok, de hát persze tévedtem. Pamaki. Várja. Pamaki! Kielomui! Halacska! Azt mondja Calcifer, a megállás indulás olyan Prince of Persia-s. Igen, 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 igen. Ha még valaki játszott az eredetivel, gondolom arra gondolsz, Calcifer. A 86-osból ítélve a neved mögött. Igen. Ez az. És gyere. Olaj. Olaj. Mányosak ezek a fekete lények, azért abban megegyezhetünk. Kialomui. Hopp. Na várj, ezt a másik oldalról kell kinyissam. Maradj itt. Maradj itt, Bamaki. Apa lemegy. Placsk. Jönni fog valami vízi szörny, de úgy fogok üvölteni, hogy három megyére is meghallják. Ne tereljétek el a figyelmemet, opál ocelot ilyen cukiságokkal a cseten. Olaj. Olaj. Kialomui. Épjed ki a szívét. Mindjárt jön Yoda mester, tényleg. Hallok ilyen béka krúttyogásokat is folyamatosan. Lehet az csak a gyomrom. Jó, ott az be kell törni valahogy. Aha. Aztán fő kell szippantani. Nem érem el a kötelet. Oké, okay, valahogy föl kell jussak. Hát kicsi, maradjál itt. Pamaki, múj! De remélem nem bántanak azok a halak. Így halkan jegyzem meg. Aha, ott föl fogok tudni mászni. Hatalmas tarzanozásokat adunk elő. Ez van. Le ne essél, hülye gyerek, le ne essél. Nem mertem egyből tovább ugrani. Belengünk egy picit. Azaz.
De és akkor nem kéne elkapjam a kötelet, hanem le kéne seggelni. Ez az. És akkor várjál, te meg... Nem, mennyi oda. Várjál, és én átúszok. Most egészen át kell ússzak. Várjál, kicsi hogy fog átjönni? Át tud ugrani? Na majd ezt mindjárt kiderül. Nem tudom, hogy át tud-e jönni a kicsi. Olaj! Nem fog tudni át. Fog tudni? Olaj! Olaj! Nem fog tudni. Kialo! Akkor... Jaj, várjál! Meg kell nézni, mi van itt lenn. Lehet, hogy itt lent egy fát találnom kell. Na várjatok. Nem láttam farönköt, de akkor lehet, hogy itt van valami, amin át tudjuk busztatni. Ja, aha, ott egy farönk. Látom. Jó, csak a vízszintet akkor följebb kell vigyem. Fogd már meg, banya, lanya. Úgy. Vízszintet. Lejj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 
Jövök már, kicsi! Jövök már! Jövök már! Ez az. Várjál, és én hogy jutok vissza? Most föl kell nyomni a vízszintet, különben nem tudok vissza. És akkor így átúsztatjuk. Bocsánat, csak kíváncsi voltam, hogy mi történt. Itt vagyok, gyere kicsi. És akkor gondolom a másikat meg át tudja ugrani, az nem olyan nagy, ugye? Alaj múj! Alaj múj! Azaz. Szuper! Itt a szívét kitéped. És már mehetünk is. Olaj múj. Olaj múj, jaj, gyere, megdicsérlek, mert ügyes voltál. Mugyó. Gyere, mucsi kukó, gyere. Mi az a repülőgép rotor? Itt már romok vannak, robotra utaló jelek. De ez ilyen ősi technológia. Akkor régen is volt itt valami.
Mert ezek fém alkatrészek, csak régi cuccok. Érdekes. Akkor lehet, hogy valami ciklikusság van ezekkel a... ezekkel az UFO-kkal, és hogy már korábban is megpróbálták kipusztítani az emberiséget, és kaptak egy ilyen reszetet. Lehet. Lehet tényleg reaperek amúgy, igen, Torzomborz. Aha. Na látjátok, ez full modern. Lehet, hogy az UFO-któl, ahogy láttuk a fali rajzba, megkaptuk a modern technológiát, és nem tudtunk vele élni, ezért elvették. Ez lehet egy tör, egy kulcs, vagy valamilyen robotikus emberi vagina. Vagy egy Reaper belülről. Vagy egy csillagromboló tervrajza, igen, az is lehet. Hűtje! Vagy egy hegyes cumi. Igen. Aha. Szerintem arra nem biztos, hogy jó, ha ráugrok. Próbáld ki, te mucsikukó! Ja. Jó, nem olyan hülye, körbe megy. Ne ugorj rá! Állj! Stop! Ja, ott ki tudja kapcsolni. Milyen ügyes. Ne számítógépezzé, gyere! Menő? Ott van a... az a jel. De azt láttuk a barlangrajzon is egyébként. De ez egy bevásárlóközpont, a mozgó lépcső. Vagy egy metróállomás, inkább. Volt feelinges, jól néz ki. Na, ott meg már játszótér. Meg lakás lehet talán. Megint üvöltözik, hát tök hülye. Istenemre mondom, nektek tök hülye. Ja. Jupp, köszönöm szépen a 4 hónapot, és Hunderán, köszi a dupla subgiftet a közösségnek. Köszönöm szépen. Lenőrd, sikerült kihozni a sodromból egy vén kollégámnak, szóval beszóltam, és most idegnyugtató streamet nézek. Ó. Nem szabad beszólni. Tanuljatok tőlem higgadtságot, srácok. Hui! Pók jellegű, jaj de jó. Aha. Fú, de meg fogom rázni. Nyomjad, tecsi! Hű, nyom be! Jó, hát dupla vagy semmi, megjolóztuk. Kicsit a timingon javítani kell. A terv hibátlan. Hui! De arról nem volt szó, hogy ilyen gyorsan észrem... Jó, kapta. Jöhetsz, kicsi. Bocs.
Jézusom, de mik ezek a hangok? Az audio design nagyon jó a játékban. A földbolygó, és ott megy a vaginisztikus kés. Egy másik bolygó fele. Vagyis hát nem a föld, hanem a lana. A planalta. Érted? Planalta. Aha. Hát várja, lehet, hogy az emberiség dizájnolt egy űrhajót, vagy kapott egy űrhajót, hogy elmenjen egy másik bolygóra. Sikerült-e? Hát így a hologramból nem biztos. De lehet, hogy ez már az a bolygó. Bár nem hiszem, mert akkor nem lenne itt a terv. Az emberek el akarták hagyni a bolygót. Oh. Na várjál. Most számít valamit, hogyha kikapcsolom? Na várjál, kicsi nem fog tudni átjönni. Lehet csak nem vettem észre, hogy merre kell menni. Ja nem, hanem lefelé kell menni, hülye vagyok. Olaj. Olaj. Ugo, essél le, nem fáj. Aláj. Aláj. Megáramozom a vizet. Ja, beindul az a turbina ott hátul? Jaj, várj, a kicsit föl kell oda küldeni. Tamaki. Toltam bele eléggé. Vagy nem is kell bele tolni? Na várjatok, buta vagyok. Honnan van, hogy a hidat kell aktiválni? Itt nem látok. Ja, itt is van egy. Jaj, bocsánat. Ja, fordítva. Ja, jó. Kicsit már lelassultam. Ali, szevasz, Beast Inside! Örülök, hogy tetszett a pécsi turné. Köszönöm szépen. Szevasz. Olaj. Gyere, olaj. Pamaki. Kötélke.
Fiala? Lábból dolgozzál, ne kézből! Nem volt tesi órád? Hova szaladt előre a kicsi? Várjál már meg! Be van zsongva teljesen. Mondom, most fog elárul. Androidok. Egy gyerekkel. Ott vannak az embereknek a vezetői. Igen, de akkor ott vannak ezek az androidok is. Ugyanaz a kör van rajtuk, mint az UFO-kon. Akkor lehet, hogy az emberek előre küldték a robotokat az új világhoz, és most csak visszajöttek a robotok az emberekért? Akik életben maradtak? De nem, mert amúgy megölnek a droidok. Ha elkapnak. Ott haló! Jó napot! Még egy golyób is. Aha, kaptunk egy ilyen menő okos órát. Most már tudom irányítani a robotokat. Azt mondja, ember, bemegy a csészeajba. Aha. Mentő mellény is van. Igen, ilyen kapszulák vannak. Mondjuk megcsapnak árammal, szóval végül is lehet, hogy csak elájulunk torzomborz, igen. Összeszinkronizáltam Bluetooth-szal, oda néz! Én irányítom a liftet. De magától megy lefelé. Jó, de várj, de a kicsit is rá tudom küldeni? Nem, ezt csak én tudom irányítani, akkor a kicsit kellene rárakni a liftre, mi? Ja, nem érek el odáig. Ez kár, hogy nem lehet korlátlanul küldözgetni. De várj, a kicsi be tudja azt kapcsolni? Tamaki! Csak én, nekem kéne oda bemenjek, nem? Már igazából tökmény, mert hogyha leengedem... Na, mindjárt rájövök. Ö...
Ott jön! Hát ti nem látjátok. Bazd meg, ne ugorjál le, monyó. Nem, most nem tudom, ezt így kellett-e, vagy amúgy simán is meg tudtam volna csinálni. Jó, az mi jó, hogy ez bekapcsoltam. Átkapcsoltam. Ja, mert ott... Ja, kikapcsoltam az áramot ott a túloldalt egy hídból. Aha. De várjál, mert ebből is kikapcsoltam az áramot. Hát először vissza kell kapcsolni. És a kicsit át kell juttassam oda. És akkor utána kikapcsolom, és utána el tudja rágni a kötelet. Mondjuk így, lehet, hogy hülyeséget csinálok amúgy. Én csak így nem tudom innen utasítani. Nem tudom innen utasítani Johnny. Most innen hogy jutok vissza? Ja, itt. Jó, tudjátok mit, ti jöttök, már fáradt vagyok, mondhatjátok. Innen nem tudom, odáig nem tudok neki parancsolni. Na, miért nem csavarod el? A kábelt azt neki kell elrágnia, az világos. Lehet, hogy elrágja magától, hogyha leengedem. Aha. Na de várjál, ha kikapcsolom az áramot. Így megdeglik, szegényként. Kikapcsolom az áramot, akkor nem tudom irányítani, de lehet, hogy föl fogja dobni az E betűt. Hát! Így már elkéstem, még egyszer leestem. Úgy. Hello. Aha. Így köllett. Peta, köszönöm szépen a giftet Aftielnek. Köszi, köszi. Igen, na de várjál, mert ezzel még itt nem jutok át. Hanem megint vissza kell kapcsolni, mert a lift nélkül nem tudok átugrani. Mondjuk ez így egy csöppet körülményes. Biztos, hogy meg lesz.
fasz, még bőven ráértem volna. Ennél följebb kellett volna húzzam. Várj meg egy kicsi! Jövök! Olaj! Gyere utánam! Ez az. Van a lentről nem tudok fölugrani. De lehet, hogy úgy is lehetett volna, sasnyúl. Most már csak lefele megyünk, de most már lassan a bolygó ma közepén vagyunk. Utászok. Nyitom a kutászt! Vagy tönkre... Mit csináltam? Tönkretettem a kutászt. Várjál már. Mi ez? Aha. De jó! Most mondom, droidokkal suttogó lettem. Gyere, Mucsi Kokó! Jó. Sávegáme. No. Itt tartunk. Srácok! Kicsit elfáradtam. Nem bírom ezeket a logikai játékokat így stabilan hosszabb ideig. Mert amúgy kicsit ez is a játékról az egyetlen negatívumom, hogy amúgy így monoton egy idő után. De amúgy most már érdekel a sztori. Szóval, ha van kedvetek, akkor befejezhetjük valamelyik délelőtti streambe, mert érdekel. Csak így kicsit így... Ez az a játék, amit ilyen... félórás, egyórás sessionökbe így a kanapén tudod, legalábbis nekem, hogy így ráunok egy idő után, és tök őszintén, így most egy kicsit ráuntam. De amúgy lenne kedvem befejezni, mert a sztori érdekes, és elvileg nem hosszú, úgyhogy szerintem jövő héten egy ilyen délelőtti streambe befejezzük. Na most az a baj, igen, hogy ezen a héten már nem tudom nektek befejezni, mert holnap fifázunk, csütörtökön délelőtt van egy meetingem. Hát esetleg, hogy ha az a meeting, akkor lehet, hogy ilyen illegális streamet fellövök csütörtök délelőtt, de nem biztos, hogy lesz rá időm. Ha, jó, lehet, hogy ilyen foscsi lesz, hogy így befejezzük jövő héten, majd, és akkor addig várni kell. De amúgy érdekel nagyon, hogy mi a sztori vége. Úgyhogy valamikor befejezzük valamelyik délelőtt, jó? Mert nekem tetszett amúgy, csak így... Most így 2,5 óra tökre elég volt belőle. Nyomatunk belőle még egy 2,5-3 órás streamet. Úgy lehet, hogy az lehet, hogy délutáni streamet megér. Ma megnézem a How Long To Beat-en milyen hosszú, bár a cseten ilyen 5-6 órát írtatok. De hogy amúgy érdekel annyira, hogy befejezzük, úgyhogy... Úgyhogy be fogjuk fejezni. Ezek a Sims-ben építeni 10 órán keresztül van türelmed, irigyellek érte. Arra van? Arra biza, hogy van. Srácok, ennyi voltam mára. Little Gábor Alfahím, köszönöm szépen nektek is a feliratkozásokat.
találkozunk holnap, lesz stream délelőtt meg délután is, délelőtt Babatunde, nyomjuk a FIFA-t, délután pedig befejezzük a Sims Mega villánkat, kész lesz az új kis kertes házunk, úgyhogy gyertek, hogyha Sims építésre vágytok, srácok, délelőtt meg fotbalozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, mindenkinek további kellemes délutánt, jó pihenést, meg jó játszást, ezt egyébként tudom ajánlani, ha valaki nem tudja megvárni a következő streamet, vegyétek meg, támogassátok ezeket a kis indie fejlesztőket, hashtag ez nem szponzoráció, csak mondom, én megköszönöm a figyelmeteket mára, és jövök holnap délelőtt, meg délután is. Kellemes napot, srácok! Szevasztok! Pa-pa!